Jó napot! Ma azokról az intézkedésekről beszélünk, amelyeket a törökbecsei község hajt végre a népességi politika terén. Tehát mit várhatnak az új kismamák és a jövendőbeli szülők, akik a törökbecsei község területén élnek? Törökbecse biztosan azon ritka önkormányzatokhoz tartozik Szerbiában, amely a költségvetésének 12%-át a szociális és népességi politikára fordítja. A törökbecsé önkormányzat egyszeri támogatása az elsőszülött gyermek után 20 ezer dinár tesz ki, ikrek esetén ez az összeg 60 ezer dinár, hármas ikrek esetén 100 ezer dinár, négyes ikrek vagy több esetén pedig 150 ezer dinár. Valamint itt van még az óvodai Költségek támogatása a harmadik és negyedik gyerek után, és 200 ezer dinár a mesterséges megtermékenyítésre páronként. A leírt intézkedések mellett megemlíthetjük még az ingyenes uzsonnát a társadalmilag hátrányos helyzetű családokból származó diákok számára, és az ingyenes iskolai felszerelést az elsős diákok számára. A szülői gondoskodás nélküli gyermekek számára, akik szociális segély élvezői, a fogyatékos és fejlődési fogyatékkal élő gyermekek számára, akik a törökbecsé önkormányzat területén kívül tanulnak, és akik törökbecsére jönnek, az önkormányzat ingyenes utazást, vagy pedig az utazási díj megtérítését biztosítja. Itt van még az első és másodfokú egyetemisták ösztöndíjazása is 7000 dinár összegben. Azon általános és középiskolások diákok számára, akik kitűnő eredményeket érnek el, elkülönítésre került bizonyos összeg ajándékok vásárlására, könyvek, tablet és egyéb formájában. Míg a fehérpest is ellen az egész Szerbia harcol, a törökbecsékösségben községben még mindig nincs kevesebb újszülött az előző évekhez képest. Mégis ami feltűnő az, az, hogy kevesebb azok a gyermekek száma, akik az iskolába indulnának. Ezzel a tematikával a következő műsorokban foglalkozunk. Legyenek továbbra is velünk.